A dél-dunántúli regionális fúvószenekar rekordszámú résztvevővel, 100 fővel lépett fel Tolnán. Az előadás további érdekessége az volt, hogy a darabok betanulására mindössze egy hetük volt a muzsikusoknak. 2014-ben hívta életre a dél-dunántúli regionális fúvószenekar Tóth Bence, aki Svájcban élő karmester, nemzeti és nemzetközi fúvószenekari versenyek rendszeres résztvevője, és Tóth Ada Eszter, a dombovári alapfokú művészeti iskola vezetője. Amatőr és profi muzsikusok közös munkája nyomán indult el az első fúvószenekari tábor a Balaton déli partján. Azóta tucatnyi emlékezetes zenetáboron és koncerten vannak túl. A dél-dunántúli regionális fúvószenekarban folyó magas szintű munkának hamar híre ment, évről évre kiváló zenészek csatlakoztak az egyhetes, elképesztően intenzív közös munkához. Ez egy projektzenekar, ami 7 éve működik, és évente igazából először mindig nyaranta szerveztünk táborokat, és volt rá hát a tagok közül igény, hogy esetleg ezt többször is meg lehetne csinálni egy évben, és akkor 3 évvel ezelőtt azt hiszem, de lehet, hogy 2, gondoltuk, hogy akkor télen a 2 ünnep között is csinálnánk egy ilyen rövidebb 2-3 napos tábort, mert az nyáron egy egész hét általában. És az apropó az, hogy összejöjjünk és zenéljünk együtt, mert nagyon szeretünk zenélni. A repertoár kérdés az mindig egy kényes kérdés, mert nagyon sok nagyon ügyes zenészünk van, akik szeretik a kihívásokat, de természetesen a közönség az első, és olyan dalokat szeretnénk játszani, ami a közönségnek is mindenképpen tetszik. Éppen ezért nagyon széles a repertoárunk, van benne filmzene, swinges, jazzes, big bandes darab, szóló darabjaink is vannak. Van egy komolyabb darab is, aki azt szereti, és igazából próbálunk mindent, az összes lehetséges stílust valamilyen formában képviselni. Hát úgy találkoztunk, hogy van nekem egy kolléganőm, az Ada, a Tóth Ada Eszter, akivel aki igen, most itt áll a hátam mögött, és vicces dolgokat integet nekem, akivel kitaláltuk, hogy csináljunk egy jó kis fúvós zenekart, mert szeretjük a fúvós zenét, és akkor ezt kerestünk embereket, hogy van-e kedve valakinek, aztán volt kedvük, és akkor hát így az évek alatt egyre többen lettünk, mert akik eljöttek, azok mind visszajártak, és még hoztak magukkal másik embereket is, és így alakult a történet. A tolnaiak közül két fúvolista is szerepel a zenekarban, Nagy Melinda és Beck Andrea. Ők már több éve rendszeresen résztvevői a tábornak és a zenekarnak, akár csak Tali Gergely, a tolnai ifjúsági fúvószenekar vezetője, aki ezúttal szaxofonozott és egy szám idejéig vezényelt is. A ma esti koncert az úgy alakult, hogy a dél-dunántúli regionális fúvószenekar fog játszani ma itt Tolnán, és ez egy projektzenekar, igazából arról szól a dolog, hogy nyáron és télen alkalomszerűen összejön a csapat, és ilyenkor hát egy kemény próbaidőszakot tudunk magunk mögött, és úgy tudunk majd kiállni a nézők elé. A mai koncertre igazából 2 napot tudott készülni az együttes, természetesen előre megkaptuk a kottákat, és akkor mindenki tudott rá készülni. A napunk gyakorlatilag a zenekari próbákkal telik, délelőtt van egy nagyon komoly próbánk, illetve délután is, ebéd után 2-től estig dolgozunk ezen a műsoron, úgyhogy igazából erről szól ez az egész. Idén nyáron találkoztunk legutoljára, azt hiszem július közepén volt a legutóbb táborunk. Akkor Marcaliban rendezték meg a tábort, és adtunk koncerteket Marcaliban, Kaposváron, illetve Balatonon is. 3 koncertünk volt, és a jövő évre, ha jól tudom, akkor egy zenei versenyre szeretnénk majd utazni külföldre, hogyha sikerül.